Sziasztok! Tegnap délután jöttem meg a szüleimhez Miskolcra, viszont olyan fáradt voltam, hogy szinte azonnal el is aludtam. Ennek viszont az lett a következménye, hogy nem sokkal éjfél után felébredtem, és elkövettem azt a hibát, amit biztos, hogy nem kellett volna. Kinéztem azon a tetőablakon. Itt persze még mondhattam volna azt, hogy fú, de szépek a csillagok, és megpróbálok visszaaludni, de nem. Mindenáron le is akartam fényképezni őket. Úgyhogy egy ideig a tetőn szobroztam, de végül sikerült összehozni ezt a képet, amit azóta ki is raktam Instára. Nem olyan rossz ez így elsőre, de egész éjjel annak próbáltam utána járni, hogy hogyan lehetne ezt még jobban megcsinálni ma éjjel. És akkor most jön a disclaimer. Ha profi, félprofi, de legalábbis nagyon tapasztalt amatőr csillagfotós vagy, akkor kérlek most, kapcsold ki ezt a videót, vagy vegyél be egy nyugtatót, vagy kellő türelemmel fordulj a botlásaimhoz. Engem ugyanis ennek a videónak az elkészítésekor nem fog hátráltatni a több évtizedes asztrofotós tapasztalatból származó szakmai bizonytalanság, ugyanis soha életemben nem próbáltam még csillagot fotózni. Fényképezőgépet persze már fogtam a kezemben, de számomra az éjszakai égbolt egy sötét terület. Mármint vannak fenn rajta csillagok, de értitek, mire gondoltam. Na várj, te akkor most úgy csinálsz videót valamiről, hogy nem is értesz hozzá? Isten hozott a YouTube-on! Nem. Leginkább csak azt a szemléletet szeretném most megmutatni, amivel az új dolgokhoz állok hozzá. Esélyes, hogy akaratlanul is lábbal tiprom majd a szakma legféltettebb kincseit. Ha javaslatod van, építő jellegű kritikád, akkor azt örömmel fogadom a videó alatt. De tényleg. A kezdeti lelkesedés után azért eléggé lelombozott, hogy egész nap meglehetősen felhős volt az ég. Ennek ellenére napközben olvasgattam a témában, alacsony fényszennyezettségű helyeket próbáltam felkutatni a közelben, és tapasztalgattam, hogy hogyan tudom kihozni a maximumot a fényképezőgépemből. Mert hogy szeretném hangsúlyozni, hogy nem azért jöttem ide, hogy csillagokat fényképezzek, nem is erre készültem, ez egy teljesen ad hoc ötlet volt. Inkább azt szeretném kipróbálni, hogy vajon a rendelkezésre álló eszközeim segítségével össze tudok-e hozni egy viszonylag elfogadható csillagfotót. Ahogy telt a nap, két dolgot vártam egyre jobban. Az egyik, hogy ne legyen felhős az ég, a másik, hogy sötétedjen már be. Végül este 11 körülre tisztult annyira az ég, hogy el tudtam indulni. A Bükki csillagos égbolt park oldalon volt, és az ajánlott megfigyelő helyek között olyan, ami alig 40 percre lett volna tőlem kocsival, de mivel az időjárás továbbra is nagyon bizonytalan volt, inkább a szüleim telkére mentem ki, ami egy picit közelebb van, de mégis viszonylag távol a várostól. Hát amekkora köd van, elég erős két helyeim vannak, hogy ebből lesz valami. De hát sosem lehet tudni, az előrejelzés szerint állítólag egy-két óra múlva kitisztul majd az ég, legalábbis valamennyire. Innentől annyira rossz az út, hogy úgy döntöttem, hogy leállok kocsival és gyalog megyek tovább. Felmárházok minden kameraszuccot, meg persze Kumiszt, aki valahol ott bóklászik. Aztán nézzük, mit tudunk kihozni. Egyébként egyre több csillag látszik, úgyhogy ez biztató. Konkrétan semmit nem látni, de a csillagok gyönyörűek. Remélem fogok tudni fotózni. A kaput borító zúzmarából már sejtettem, hogy nem ez lesz az év legforróbb éjszakája. Persze 50 kulcs van, és fogalmam sincs, hogy melyik nyitja. Jól van, Kumisz, jól van. Na már csak a házba kell valahogy bejutni. Az egyik legnagyobb kihívás még előttem van. Átjutni a két ajtón, a négy záron és a riasztón. Oké, azt hiszem sikerült bejutni. No, hát akkor tekintsük ezt most itt főhadiszállásnak. Igaz, annyira nem komfortos, mert legalább olyan hideg van idebent, mint odakin, de legalább nem párásodik be a kamerának a lencséje. Innen fogok majd kijárni fényképezgetni éjszaka, és valószínűleg itt is fogok majd aludni reggelig.
Azt mondjuk nem tudom, hogy mert iszonyatosan hideg van. De akkor nézzük, miket hoztam magammal. Először is van nálam feltöltött pótaksi, amire valószínűleg szükség lesz, de biztos, ami biztos, még töltőt is hoztam, hogyha ne adj Isten, nagyon hamar merülnének, akkor amíg az egyiket használom, addig a másikat tudom tölteni. Ami még nagyon fontos, hogy hoztam magammal egy állványt, ami nélkül ugye nem célszerű megpróbálni csillagokat fényképezni, vagyis meg lehet próbálni, csak az eredmény nem biztos, hogy túl hatásos lesz. És az a helyzet, hogy most csaltam egy picit, ugyanis eredetileg csak azt a pici statívot szerettem volna használni, amit mindig magamnál tartok, viszont kiderült, hogy a szüleimnek van egy nagy állványa, úgyhogy most ez kapóra jön. Ezen kívül van nálam egy klasszikus iránytű, ami tök jó, mert nem fogyaszt áramot, ugyanakkor az észak irány tökéletesen mutatja, bár azt nem tudom, hogy fogom-e használni. És végül természetesen van nálam a kamera, amit nem tudok nektek megmutatni, mert hogy éppen azt használom. Szóval ez a kamera, amit itt használok, ez egy Canon EOS M6, valószínűleg egyáltalán nem arra találták ki, különösen ezzel a kitlencsével, hogy csillagokat fényképezzen vele az ember. Az a helyzet, hogy van egy másik kamerám is, egy ennél sokkal alkalmasabb Nikon, ráadásul egy fix lencséje van, aminek nagyon jó a fényereje, tök jó lett volna elhozni, de azt kölcsönadtam egy barátomnak, aki egy vlogot akar elindítani, és úgy gondoltam, hogy azzal gyakorolhat. Hát én egy áldott jó ember vagyok. Szóval szerintem nem is késlekedek tovább, összerakom a cuccot és irány kifelé. A fényképezőgépet manuális üzemmódba állítottam, és kikapcsoltam a beépített zajcsökkentést. Ezt később el is felejtettem visszakapcsolni, ezért ilyen szemcsés végig a videó. A képeket utómunkában csiszolgatom majd, ezért RAW formátumban is mentem őket. Az objektívet a legnagyobb látószögnél használtam. No, hát az első etappal megvagyok. Igazság szerint nem ment olyan rosszul, bár hozzáteszem, hogy nem tudom, hogy mikor jutott eszembe az az eszméletlenül hülye ötlet, hogy nekem télen kell csillagokat fotózni. Nem csak azért, mert hideg van, hanem ilyenkor folyamatosan beborul az ég, vagy legalábbis most folyamatosan felhősödik, tehát mire beállítottam a kamerát, addigra eltakarta a csillagokat egy felhő. Aztán visszajöttem a házba, kitisztult, újra kimentem, visszajöttem, kimentem, úgyhogy egy idő után feladtam azt, hogy kimászok majd a domb tetejére, úgyhogy a ház mellett állítottam le a kamerát. Nem lett egy tökéletes kompozíció, de legalább nem is lett olyan jó a felvétel. Minden esetre kipróbáltam. Viszont felvetődhet a kérdés, hogy miért kell ennyit szenvedni a beállításokkal. Nos, ahhoz, hogy fényképezzünk, igazság szerint egy nagyon fontos dologra van szükség, nyilván fényképezőgépen kívül. Fényre. Na már most a csillagokból viszonylag kevés fény jut ide, úgyhogy ezt minél hatékonyabban össze kell gyűjteni. Ezt alapvetően kétféleképpen lehet megcsinálni. Az egyik, hogy jól kinyitjuk a reteszt, tehát jó sok fény át tud rajta áramlani. A másik pedig, hogy jó sokáig nyitva hagyjuk, hogy ez alatt a hosszú idő alatt minél több fénybe jöjjön. Igen, nem csak, hogy itt van egy bökkenő. A kamera a földön áll, lényegében ahhoz van rögzítve, a föld pedig folyamatosan forog. 24 óra alatt 360 fokot tesz meg, ami azt jelenti, hogy 1 óra alatt 15 fokot fordul el. Ha túl sokáig hagyjuk nyitva az árat, akkor a csillagok nem pontszerűek lesznek, hanem egy kis vonalat húznak maguk után. Ezt szerintem jól lehet látni ezen a felvételen, amit egyébként mobiltelefonnal készítettem, miután eszembe jutott, hogy azon is van manuális beállítási lehetőség, neki támasztottam egy kőnek, és hadd szóljon. Az, hogy milyen hosszú lesz ez a csík, az egyrészt függ az elsebességtől, másrészt pedig attól, hogy milyen látószögű lencsével dolgozunk. Van egy ilyen tapasztalati képlet, hogyha 500-at elosztunk a fókusztávolsággal, akkor megkapjuk azt a legrövidebb időt, aminél még éppen nem mosódik el a csillag. Mondjuk az is igaz, hogy ezt még a 35 mm-es filmekre dolgozták ki, tehát a full szenzoros gépeknél jól működik, egyébként pedig meg kell szorozni a fókusztávolságot a crop factorrel, ami most nem jut eszembe, hogy mi magyarul. Az én Canonomnál ez 1,6. Szóval annyira nem bonyolult a képlet, meg kell szorozni a fókusztávolságot a crop factorral, és ezzel elosztani az 500-at. A hányados az az áridő lesz, ahol még nem csúsznak el a csillagok, egyébként célszerű lefelé kerekíteni. Aztán ha ezzel megvagyunk, lehet még mókolgatni a kameraszenzorának a fényérzékenységével is, ez az ISO érték, ezt nyilván, mivel fényérzékenyé akarjuk tenni, fel kell vinni, viszont ezzel nő a kép zajossága, úgyhogy célszerű megtalálni az optimumot. De van egy másik lehetőség is, amit mindjárt kipróbálok akucsere után. Mi van, ha szándékosan ott szeretném hagyni ezeket a csíkokat a képen? Valami azt sugja, hogy ilyen képet nem fogok tudni csinálni, de azt hiszem ez nem is baj. Gyakorolni vagyok itt, kipróbálni, hogy hogyan is működik ez az egész. Szóval
arra felé van valahol a sarcsillag, a körül fordul el látszólag az égbolton az összes csillag. Na most azt nem fogom tudni megtalálni, és igazság szerint nem is nagyon akarok kimenni nagyon messzire, ugyanis a kamerát nem szeretném otthagyni nagyon hosszú időre, még akkor se, ha szerintem én vagyok az egyetlen ember itt a hegyen. Szóval mindjárt kicserélem az akkumulátort, hogy biztosan sokáig bírja majd a kamera, aztán kiteszem az egészet az erkélyre, és meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Igazság szerint kétféleképpen indulhatnék el, az egyik, hogy kinyitom a zárat furra, ehelyett inkább 30 másodperces expozíciós időkkel fogok dolgozni, aztán majd utómunkában fogom ezeket a képeket összerakni. Így pedig remélhetőleg még egy timelapse filmet is fogok tudni csinálni, viszont most mutatok valamit. Miután eleget szerencsétlenkedtem, inkább ezt a részt felvettem utólag. Mivel a gépem ilyen beállítások mellett csak 10 képet tud magától csinálni sorozatban, és nem volt kedvem 3 percenként kimenni és újra exponálni, egy postás gumival rászorítottam egy kisméretű anyát a kioldó gombra, csak úgy paraszba. Én pedig elmentem lepihenni egy kicsit. Hát az, hogy lepihenek, az nem igazán jött össze, egyrészt mert találtam egy olajradiátort, amit igyekeztem kiszabadítani a lombból, beüzemeltem, és most egész kellemes itt a hőmérséklet ebben a picike helységben. A másik dolog, amiért nem sikerült, az az volt, hogy folyamatosan jártam ki megnézni, hogy működik-e még a kamera, illetve gyönyörködtem abban a csillagos égben, ami előttem volt. Ezt egész biztos, hogy nem fogja visszaadni az, amit felvettem. Megpróbáltam mobillal csinálni egy-két felvételt, nem tudom ebből mennyi jön át, eszméletlenül gyönyörű volt az ég. És ami még ennél is sokkal csodálatosabb, az az, hogy több mint 2 órán keresztül volt odakint a kamera, folyamatosan exponált, -6 fok volt, a kijelzője állandóan üzemelt, és ennek ellenére nem merült le az aksia, sőt, egyetlen egység fogyott róla. Én nem tudom, hogy ezt hogy csinálja a Canon, de ezzel tökéletesen meg vagyok elégedve. Ez nem egy szponzorált tartalom, teljesen őszintén mondom. Viszont nem is a kamera aksia jelentette a legnagyobb gondot, hanem az, hogy egy idő után újra befelhősödött az ég. Hagytam még egy kicsit, hát ha kijön belőle valamit, de egy idő után ez menthetetlen volt. Mondjuk az a vicces, hogy ti már láttátok a képeket, én viszont még nem. Nem tudom, hogy milyen lett, igazság szerint nem hiszem, hogy egy díjnyertes fotókategória lenne, de ezt is kipróbáltam, és legközelebb, hogyha csinálok ilyet, már pedig valószínűleg fogok csinálni, jobban odafigyelek, jobban összekészülök rá, és meglátjuk, hogy abból mi jön majd ki. Ja, és azt szigorúan nyáron csinálom majd. Minden esetre, ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!